Jó estét kívánok, augusztus 1-e este 6 óra van, ez pedig itt a Gyöngyös ma. És múlt héten nagy dolog történt a felsőoktatás területén, ugyanis kihirdették a ponthatárokat. Így érintett a városunk is, hiszen itt van a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, ahol 325 magyar és 21 külföldi diák kezdheti meg majd a tanulmányait, és még a pótfelvételi is hátra van. Itt van velem a stúdióban dr. Bújdosó Zoltán főigazgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elégedett? Abszolút, több is egy kicsit, mint elégedett, azt hiszem. Nem tudom, hogy emlékeznek-e még a kedves nézők néhány hónappal ezelőtt, amikor a felvételiről beszélgettünk, ugyanitt akkor bizakodó voltam, és hát nem volt alaptalan szerencsére. Nem volt a ponthatár alacsony. Így van, magasra sikerült a ponthatárok, vagy magasra kerültek a ponthatárok, és nagyon sok jó eredménnyel rendelkező jelenkezőnk volt, és hát ennek köszönhetően, vagy ennek ellenére is nagyon szép létszámú hallgatóval kezdhetjük meg a következő tanévet. Többször beszélgettünk már arról, hogy mi itt a zászlós hajó, vagy melyek a népszerű szakok, de indult most olyan is, amely már régen indult, ez az emberi erőforrások szak. De beszélgessünk a népszerűről, mi volt most megint a zászlóvivő? Szokás szerint ugye a gyógy és fűszernövények szak, nyilván ebbe ugye nagyon sok energiát is tesz bele, különösen a szakfelelős kollégánk, de egyébként is ez a nagyon népszerű szak. Annak ellenére, hogy a állami finanszírozású helyek száma kisebb volt most a gazdaságtudományi területeken, a kereskedelem és marketing az továbbra is népszerű volt, és hát egyre jobb a informatikai képzésünk, vagy egyre erősebb. Ennek köszönhetően a második helyen most a programtervezés informatikus zárt, gyakorlatilag informatikai képzési területen valamennyi állami finanszírozású helyünket be tudtuk tölteni. Itt most említettem azt a szakot, ami talán a 2016-os tanévben indult, ez az emberi erőforrások szak, ez is most akkor megtelt diákokkal? Így van. Ugye nem hirdethettük nagyon sokáig, és most sikerült újra, most kaptunk zöld lámpát tulajdonképpen, hogy újra hirdethettük, és szerencsére éltünk is a lehetőséggel, úgyhogy közel 20 első éves fog kezdeni emberi erőforrás szakon. Nyilván az, hogy melyik szakon hány fő jelentkezhet, vagy hány fő a felvehető, ez azért egy létszám. Van megva határozva önök felé is. Így van, természetesen. És mitől ilyen népszerű a gyógynövény és fűszernövény, hogyha most tényleg megfejtjük már a kulcsot, mert hogy tudjuk azt, hogy hol van a tábor, milyen a hangulata, meg hogy éppenséggel tényleg nagyon sok ember érdeklődik, de talán még orvosok is, tehát mondhatni, hogy nagyon széles körű, amit megmozgat. Így van, alapvetően ugye itt ez több összetevős természetesen, leginkább az, hogy egy nagyon széles körű ismertségnek, vagy népszerűségnek örvend maga a terület is, tehát nem feltétlenül csak maga a szak. Másrészt pedig nincsenek előkövetelmények, mármint hogy tudományterületi vagy oklevél előkövetelmények, amik fontosak lehetnek. Tehát bármilyen képzésről lehet tulajdonképpen elkezdeni ezt a szakot, és ez szintén növeli a népszerűségét a szaknak. Harmadrészt pedig hát nyilvánvalóan Márknak az a munkája, amit ebbe évek óta beletesz, már magában a szakalapításban, meg a szakindításban, és ez a tábor, amit szervez, ez nyilván tovább népszerűsíti a szakot. És már azt is büszkén mondhatjuk, hogy ahogy a Büki Hűves Ember Gyuri bácsi egykori kertjében, hagyatékában a volt hallgatók is dolgoznak már. Hát mondhatjuk azt, hogy szinte csak ők dolgoznak, tehát tényleg a volt hallgatóink szerte az országban, ezekben a gyógy- és fűszernövénykertekben ott vannak. Hát ez valami fantasztikus. És beszéljünk arról, hogy most már ketyeg az óra, mert augusztus 6-a éjfélkor ki is csöngetnek a pótfelvételit illetően. Mit lehet tudni azon hallgatóknak, akik mondjuk még megmérettetik most magukat, és az elkövetkezendő egy hétben ezen fáradoznak, hogy bejussanak? Egy szakot lehet szokás szerint, tehát ugyanazok a pótfelvételi követelmények, amik vagy lehetőségek, amik korábban voltak. Augusztus 6 éjfél a határidő, hogy elhangzott, ugyanúgy a felvi.hu-n keresztül tudnak jelentkezni. Egy egyetemet és egy szakot, tehát egy intézményt és egy szakot jelölhetnek meg. Jó rész költségtérítéses formában. Itt kiemelnék azért kettő lehetőséget, ahol még van állami finanszírozású helyünk. Az egyik az a gazdaságinformatika, ahol mind nappali, mind levelező tagozaton van lehetőség még állami finanszírozású helyre beadni, illetve a vidékfejlesztési agrármérnök, ahol levelező tagozaton van állami finanszírozású helyünk, vagy állami ösztöndíjas helyünk.
a többi esetben csak önköltségesre lehet jelentkezni. De ahogy elhangzott, most több olyan szak is van, ami korábban vagy nem indult, vagy most sokkal jobban sikerült a beiskolázást. A turizmus például nagyon szép számú lett idén, a szőlészborász nagyon szép számú lett idén, a mezőgazdasági foszt, tehát hogy tényleg széles skálán tudunk most hirdetni mind három tudományterületen. Főigazgató úr, amit említettem az elején, de mi még nem érintettük, hogy jelen esetben 21 külföldi hallgató is elkezdheti a tanulmányait. Mely országokból jellemző, hogy jelen vannak itt a gyöngyösi kampuszon? Alapvetően ugye itt sok függ attól, hogy mekkora az adott államnak a kvótája az állami ösztöndíjas helyekre. Afrikai országok közül Gána, Kenya azért jellemzően népszerű. Marokkó nagyon népszerű szokott lenni, most már Irán is elég népszerű, és a Dél-Kelet-Ázsia közül Laosz, Kambodzsa, Vietnám. Nagyon sok hallgatunk jön arról a területről is. És hát a közép-ázsiai országok, Kazaksztán, Kirgizisztán, ez a két fő. És hát nyilvánvaló, hogy akkor az angol nyelvű képzések is jól működnek a kampuszon. Természetesen, sőt, itt megint kuriózumként talán, ha szabad ilyet mondanom, magyar hallgatónk is kezd most angol nyelvű szakot. Ez az első alkalom, hogy ilyen van. Vállalkozásfejlesztésen egy magyar nyelvű jelentkezőnk volt, és felvett jelentkezők volt angol nyelvű képzésre. Főigazgató, így záró akkordként, ugye itt, ha összeadjuk a számokat, akkor közel 350 az, ami most jelen pillanatban biztos. Így van. És akkor meddig tolható ez a létszám esetlegesen? Mi derülhet ki mondjuk augusztus 7-én délelőtt vagy reggel? Augusztus 7-én reggel még talán nem, de utána ott rögtön egy-két napon belül, ha 400 fölé kerülne ez a létszám, vagy elérnék a 400-at, akkor én szerintem elégedettek, hanem boldogok lennénk. Egy magánjellegű kérdés, pihenésre volt idő? Mert hogy eddig csak dolgoztak, és folyamatosan kicsöngettek ugyan a diákoknak, de önöknek nem? Így van, jövő héttől lesz szabadság, még most eddig nem volt. Akkor az elkövetkezendő időre jó pihenést kívánunk főigazgató úrnak, és hát akkor a hajrához pedig sok sikert. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen.